Megkezdődött az üdülési szezon az Árnyas Kempingben, és már április utolsó hetének végén több vendéget fogadtak Lengyelországból és hazánkból. A tavalyi évben nem volt lehetőségük pályázatokon részt venni, ezért elmaradtak a fejlesztések, de így is számos szolgáltatást vehetnek igénybe a pihenni és feltöltődni vágyók itt az Árnyasban. Szolgáltatásaink palettája nem sokat változott az elmúlt években, próbálunk a vendégigényeinek megfelelni, saját medencével, a gyógyfürdőnek a látogatásával, horgászattal, csónakázási lehetőséggel, íjászattal, lovaglással, illetve hát étteremmel és házias jellegű ételekkel várjuk a vendégeinket. Egyértelműen a legkedveltebb a saját medencénk, amely 2001-ben épült, ez gyakorlatilag folyamatosan hozza és itt tartja a vendégeinket. Emellett természetesen a gyógyfürdőnek a szolgáltatásait kedvelik a legjobban. Nyitott kapus rendszerünk van, tehát a vendégek a nap bármely szakában átmehetnek a gyógyfürdő területére. Egy csípes leolvasós rendszert vezettünk be a tavalyi év folyamán. Ezzel tudjuk biztosítani azt, hogy a kemping vendégei zökkenőmentesen tudjanak közlekedni a gyógyfürdő és a kemping között. Az elmúlt 10 évben 10 000 vendégészakát könyvelhettek el a kempingben. A vendégek egy része hazánkból, de nagyobb hányada külföldről érkezik, elsősorban Lengyelországból, Hollandiából és Németországból, de mostanában Romániából és Szlovákiából is jönnek. Az elő- és utószezont főként a nyugdíjasok kedvelik, a főszezonban azonban családok lepik el a kemping területét, a legfőbb vonzerőt pedig a gyógyvíz jelenti számukra. Willkommen in der Nähe von Stuttgart. Stuttgart mellől érkeztünk Németországból. Minden évben visszatérünk, és pont azért Püspökladányba, mert nagyon tetszik itt nekünk, és jól érezzük magunkat. Tulajdonképpen a kempinget nem kell, hogy elhagyjuk az itt létünk alatt, mert van étterem, lehet ebédelni, van innivaló, van melegvíz, van gyógyvíz, és kényelmesen tudunk pihenni, és semmit tevéssel foglalkozni. Das ist das Wichtigste. Jedes Jahr, wir sind seit 10 Jahren. Minden évben egyszer érkezünk. Körülbelül 10 éve járunk vissza, valamikor szeptemberben, valamikor ilyenkor májusban jövünk, éppen ahogy jobb nekünk. Bremenhavenből jöttünk, egészen fent Hamburg mellől, Észak-Németországból. 10 éve jövünk körülbelül ide, és van olyan év, hogy kétszer is megtesszük a hosszú utat. Und wir finden das gerade hier ziemlich ruhig und das Wasser ist gut. 1986 óta járunk Magyarországra. Több kempinget megismertünk, és valahogy ez tetszett meg nekünk. Jövünk a víz gyógyhatása miatt, reumás problémáink vannak, mozgásunkban érezzük, hogy jó hatással van ránk. Nincs messze a városközponttól, bebiciklizünk a piacra, üzletekbe elmegyünk, nagyon jól érezzük magunkat, és ezért jövünk évente kétszer is vissza. Einkäufen. Und zum Bad hier drüben sowieso, ne? Also insofern ist das ein Grund. A gyógyfürdővel tehát évek óta kölcsönösen jó kapcsolatot ápol a kemping, az itt megszálló vendégek számos kedvezményt és különböző gyógykezeléseket vehetnek igénybe a szomszédos létesítményben. Van egy nyitott kapus rendszer a gyógyfürdő is közöttünk, tehát elsősorban ez a legfőbb együttműködési forrásunk. Emellett az idejében kidolgoztunk egy akciós csomagot, amely a gyógykezelésre érkező vendégeknek áll rendelkezésére. Különböző tarifákkal, illetve a nemzetiségeknek megfelelően a németeknek, illetve a magyaroknak is különböző csomagok lettek kialakítva. Ezeket természetesen a fürdővel együtt egyeztetve készítettük el. Új szolgáltatásunk, hogy a gyógyfürdő területén meleg étkezéssel várjuk a gyógyfürdő vendégeit, és a kemping főépületének a hátsó teraszán nyitottunk egy kisebb étkezési lehetőséget, ahol menüvel és étlapos ételekkel várjuk a vendégeinket. Elsősorban hazai ételeket készítenek a vendégek számára, hogy ezzel is közelebb hozzák számukra a magyar kultúrát. Ezen kívül idén az önkormányzat is hozzájárul a vendégek időtöltésének megszépítéséhez, hiszen Ladányi nyár néven minden hétvégén új programmal készülnek számukra. Hallottam már a rendezvényről, illetve láttam plakátjait is, örülök neki, hogy ilyen jellegű kezdeményezés van Püspökladányban. A vendégeinknek lehet ez jó program, az itt töltött idejüknek a minél kellemesebb és hasznosabb eltöltésére. Nem tudom, hogy ez fog-e plusz vendégeket eredményezni, ahhoz valószínűleg egy kicsit nagyobb marketing, illetve reklám kellene, és nem csak a régióban, hanem régión kívül is.
A kemping 2 hektáros területe a város közepén található, ezt azonban feletteti a madarak csicsergése, valamint a környezet ligetes kialakítása. Az árnyas fák alatt sétálgatva pedig arról kérdeztük a kemping tulajdonosát, hogy milyen fizetési kedvezményeket vehetnek igénybe a látogatók, és cserébe milyen szálláshelyeket kínálnak. Ettől az évtől bevezetésre került a szépkártya, mind a 3 banki szolgáltatóval sikerült megegyeznünk, úgyhogy ettől az évtől mind a 3 banknak a szépkártya utalványait elfogadjuk. Ezen kívül az Erzsébet utalvánnyal vagyunk szerződésbe, tehát étkezésre föl lehet használni. Az üdülési csekk már csak ebben az évben használható föl, ez nagyon sokáig kedvelt fizetési forma volt, sajnos megszűnt, de fölváltotta igazából a szépkártya. 2009-ben és 2010-ben építettük ezeket a faházakat, amelyeket itt látunk. Ezek 2 személyes faházak, külön fürdőszobával, televízióval és hűtővel vannak ellátva. Első osztályú faházoknak hívjuk őket. Nagyon kedvelt a vendégeink részére, vagy nagyon kedvelt a vendégeinknél. Nézzünk is meg egyet. Ezek a faházak 2 ágyból és 1 fürdőszobából állnak, egy kicsi terasszal. A 2-3 évvel ezelőtt épült faházak leegyszerűsített mini garzonokat rejtenek magukban. Emellett még kedvelt a német és holland látogatók között a lakókocsizás és a sátrazás is. Ők elsősorban a vadkacsákban gazdag tópart köré telepednek. A kemping szomszédos a Püspökalányi gyógyfürdőnek a sósvíztározójával, ez fürdőtó köznyelven. Igazából ennek a tónak a szolgáltatásait tudjuk némileg kihasználni, hogy horgászattal, illetve csónakázási, kajakozási lehetőséggel tudunk a vendégeinknek szolgálni. A vendégek szeretik a természetközeliséget, azt, hogy itt van a tó, itt vannak vadon élő állatok, mert ezek a vadkacsák igazából nem szelíd vadkacsák, bár az ember közelségét már megszokták. Ebben a környezetben ez gyakorlatilag egy kis kikapcsolódást, pihenést nyújt látványszinten is a vendégeinknek. Megvannak a fészkek egyébként, a nádasokban fészkelnek, kiskacsák várhatóan néhány héten belül ki fognak kelni. A kemping mellett még található egy 40 férőhelyes ifjúsági tábor is, ami június 31-től augusztus 31-ig üzemel. A kempinget tehát folyamatosan évről évre igyekeznek megújítani, és a jövőben azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy a 70-es évek közepén épült faházakat is folyamatosan újakra cserélik. A tervek szerint további energiakorszerűsítést kívánnak végrehajtani, valamint néhány új szolgáltatással bővíteni az így sem szegényes palettát.